Una pues. Nagyon különleges dologba vágtuk a fejszéket azzal, hogy csak nőket hívtunk meg. Ilyen, úgy emlékszem, a világon még nem volt. Visszakérdeztem szimpóziumos ismerőseimet, senki se hallott róla, hogy csak női kőszobrászokat hívtak meg egy művésztelepre. Nagyon kedves, jó az atmoszféra. Úgyhogy el is neveztük ma a művésztelepünket első nemzetközi női, szupernői kőszobrász szimpózium. Mert ugyanez a hatodik már, amit a ProArte munkát civil szervezetünk szervezett, de ilyen még nem volt, hogy nők lettek volna. Minden változik a világban, az értékrend változik, és számunkra nagyon fontos az, hogy a család, mint institúció megmaradjon. Megmaradjanak a tradicionális értékeink, hogy a nők gyerekeket szüljenek, hogy vállaljanak, hogy gyarapodjunk, és hát ezáltal jobbá tesszük a világunkat. Én a családot azt az ekoszisztémának mutatom be, mint amit minimum két embernek a kapcsolata létrehoz. Tehát nem a feltétlenül a gyerek, csak mondjuk ideálisan ez a család a tökéletes ekoszisztémája neki, de mint egy összetett béke vagy ekoszisztéma, ami minimum két ember közötti nagyon szoros kapcsolata tud létrehozni.